A rendszeres utazók esetében a nyár közelettével egyre többször vetődik fel a kérdés, hogy vajon idén sütkérezhetnek-e a tengerparton. A válasz a kérdésre összetett, az azonban bizonyos, hogy a szakemberek javaslata szerint idén mindenkinek be kellene írni a belföldi kirándulásokkal. Ötletek vannak ugyan arra, hogy hogyan valósulhatnának meg a külföldi nyaralások, mint például a közlekedési folyosók biztosítása a tengerpartokig, vagy a negatív koronavírus tesztről szóló bizonylat felmutatása a határokon de az országok többségében idén nem javasolják a külföldre való utazást. Milliónyi ne, nepoznanica, és zato je moja topla preporuka građanima, da razmisle, da odmor ove godine, ili deo odmora, szakko provedú u zemli. Németországban, Magyarországon és Szerbiában is felhívták a polgárok figyelmét a belföldi turisztikai lehetőségek szépségeire. A szerb kormány februárig 160 ezer, de néhány napon belül további 400 ezer üdülési utalványt osz ki, amelyeket szerbiai turisztikai helyszíneken használhatnak fel a polgárok. Ezeket a nyugdíjasok és a 60 ezer dinárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők használhatják fel. A legtöbb szerbiai szálláshely egyébként régen látott nehézségekkel néz szembe. Az látibori körzetben jelentősen megcsapant a látogatók száma az elmúlt időszakban. A hegyvidéki helyeknek azonban némi gazdasági előnyük van a többi szállás helyhez képest. Mi mali sreće da se generalno ta zimska sezona završi zaista uspešno i uh, veliki broj gostiju je bio na samom Zlatiboru ovaj period nas je uh, zadesio i virus je prosto takav, ali da trenutno na Zlatiboru nema gostiju, A nyár folyamán népes csoportok látogatnak el az ország nagyobb városaiba is. Új vidéken még bíznak abban, hogy az idény megmenthető az utószezonnal. Nem a nézó adkázzan a az augusztus-szeptember, az dolazak az a kusztrabió, az augusztus-szeptember, október mesec, mi is a tűn turisti már nádama. Akkor nyíkne, bude, ne ezen kakocsemo, izgóreti a Szabadkán is környékén a múlt év végén még arról szóltak a hírek, hogy növekszik a éjszakák száma. A mostani helyzet viszont bizonytalan. Tudja, a helyzet, hogy sokan lemondták. Mi abban reménykedünk, hogy mivel külföldre azért meggondolják az emberek, hogy elmennek vagy nem mennek. Mi abban reménykedünk, hogy azok, akik most nem mennek külföldre, hogy majd jönnek. Többen jönnek Palicsra. Ebben reménykednek a kollégák is, kolléganők is, akik úgy szintén ezzel foglalkoznak. A szállásadók turisztikai szakemberek többsége egyetért abban, hogy az idei szezon komoly kihívások elé állítja az ágazatot. Azoknak az utazóknak, akik március 15-e előtt befizették külföldi utazásukat, de a kútba esett a járvány miatt lehetőségük van arra, hogy a turisztikai irodákkal megállapodva más időpontra cseréljék a korábbit. Az új utazásnak legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósulnia. Amennyiben a pótutazás sem valósul meg az említett időpontig, a polkárok kérhetik a befizetett költségek megtérítését 2022. január 15-éig.